Erdészeti támogatás. 2,7 milliárd forint pályázati támogatást különített el a miniszterelnökség az erdők gazdasági értékét növelő tevékenységre. Hamarosan igényelhető, áprilistól mintegy 3,5 milliárd forintos keretösszeggel pályázati lehetőség nyílik fásszárú, gyorsan növő energianövények telepítésére. Húsvéttól újabb látványosság, több mint 20 faj közel 100 egyedét mutatja majd be a Nyíregyházi Állatpark új dél-amerikai részlege, az Andok kalandok. Milliárd forint pályázati támogatást különített el a miniszterelnökség az erdők gazdasági értékét növelő tevékenységre. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A magán- és önkormányzati erdőgazdálkodók vissza nem térítendő támogatást kérhetnek a 2 hektár feletti erdők kézi vagy gépi tisztítására, nyesésére, úgynevezett befejezett ápolásra. Az erdészeti ágazatba 2020-ig 100 milliárd forint kerülhet. Átlagosan 30 ezer forint hektáronkénti támogatást igényelhetnek a minimum 2 hektártól nagyobb területen fekvő erdőkre a tulajdonosok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei magánerdőgazdálkodók már várták ezt a támogatási formát, azelőtt erre a célra nem kaptak sem állami, sem uniós forrást. A műszakilag befejezett erdőségek ápolására, nemes nyarasok nyesésére és a tisztítási munkák elvégzésére ad lehetőséget a visszanemtérítendő hozzájárulás. Ez a jövőben való befektetés, tehát fiatal erdőkben, ahol faanyag még nem igazán kerül ki, de olyan munka van, amit el kellene végezni az állomány, az erdőállomány érdekében, és a jövő fatermesztés, a minőségi fatermesztés érdekében, és ez a lépcsőfok, ez kimaradt most a magánerdőgazdálkodásból, azért, mert nagyon hosszú távra kéne befektetni, és az erdőgazdálkodók tőkehiányosak, és nem tudják ezt a munkafázist elvégezni, és ez most ebben fog segíteni. Az erdőn végighaladva is látszik, hol ritkítottak, nyestek annak érdekében, hogy jobb minőségű alapanyag magasabb áron kerülhessen be a faiparba. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 128 ezer hektár erdőterület van, melynek 2/3, több mint 90 ezer hektár magántulajdonú. A délnyírségben az akácfajok a szatmár-beregi területen a tölgyesek jellemzőek. 1992 után telepítették a magánerdők 35%-át, sok fiatal erdő van, amelyre igényelhető a támogatás. A kérelmek 2016. április 1-e és április 30-a között lehet benyújtani elektronikus úton. Megjelent a magyar közlönyben a támogatások ütemezése, amelyben nem csak az erdészeti, hanem minden vidékfejlesztési támogatásnak a tervezett meghirdetési időszakát, meghirdetési hónapját taglalja ez a táblázat. Ahhoz képest azt kell mondani, hogy már elmaradásban vagyunk, pedig még csak márciust írunk. Tehát valószínűleg több támogatás csúszni fog, ami ugye gondot okoz a gazdálkodóink számára. A vidékfejlesztési programban 2020-ig 100 milliárd forint kerülhet az erdészeti ágazatba. Áprilistól mintegy 3,5 milliárd forintos keretösszeggel pályázati lehetőség nyílik fásszárú, gyorsan növő energianövények telepítésére. Gombatermesztő vállalkozások korszerűsítésére irányuló források maximum 500 millió forintos összegig már most is elérhetők. Ezekről is szó volt egy tiszabezdédi energetikai konferencián. Az Integráció, a Minőségi Fejlesztésért Alapítvány egy olyan 4 részes konferenciasorozatot indított, melynek témája az energiahatékonyság és a megújuló energiák hasznosítása. A tiszabezdédi szakértői találkozón a konferenciasorozat főbb témáiról és a pályázati lehetőségekről is beszélt a rendezvénysorozat házigazdája. Főbb témák a energiahatékonyság a lakosságok életében, energiahatékonyság, megújuló energiák a vállalkozások életében. Látjuk azt például, hogy a mezőgazdaságban is milyen komoly erőforrásokat lehet kihasználni megújuló energiák segítségével. Hogy mondjam, itt a biomassa tüzelésű terményszárítókat, napelemeket, melyek áramot termelhetnek mezőgazdasági üzemek energiaellátásához, geotermia, tehát földhő hasznosítása, növényházak ellátására, itt üvegházakra, fóliaházakra lehet gondolni, és nem titkolt célunk az, hogy röviden ismertessük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek főleg a vidékfejlesztési operatív program keretében már most élnek a vállalkozók számára. A rendezvényen az energianövényültetvények pályázati lehetőségeiről is szó volt. Áprilistól 3,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Ez új kiírású pályázatok lesznek. Mindenféle
energianövény és egyéb területekre is vonatkozik ez a pályázat. Ez taxatíve úgy van megfogalmazva az előzetes értesítésben, hogy fászáró energianövények, gyorsan növő energianövények támogatására való, vagy támogatása. A konferencián elhangzott továbbá, hogy már vannak elérhető források a gombatermesztési vállalkozások fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére. Ennek keretében a gombaházak, hűtőházak és komposztüzemek beruházásaira is található aktuális kiírás a vidékfejlesztési programban, melyek akár a korábbi fiatal gazdapályázatokkal is összevonhatók. Abban az esetben, hogyha fiatal gazda pályázik gombaház építésére, akkor az alap 50%-os támogatottság fölött még egy plusz 10%-os támogatás elérhető, és abban az esetben, hogy ez még tovább fokozható, abban az esetben, hogyha legalább 5 olyan gazda, aki jogosult egyénileg is pályázaton való részvételre, hogyha ők összeállnak, ez akár lehet szövetkezet, konzorcium, bármilyen csoportosulás formával, akkor ez még plusz 10%-ot jelent. Tehát ha ezek még fiatal gazdák is, akkor összegészében akár 70%-ig is elmehet a támogatás. Varga László hozzátette, a jelenleg megtalálható gombatermesztés fejlesztését célzó pályázati források felső határa 500 millió forint lehet. Március 1-ével elindult a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti ZRT új közfoglalkoztatási programja. Ennek során egy éven át átlagosan 780 embernek adnak munkát az észak-kelet-magyarországi állami tulajdonú erdőkben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 54, Hajdú-Biharban pedig 27 településről kerülnek ki a napi 8 órában dolgozó közfoglalkoztatottak. A program költségvetése meghaladja az 1 milliárd 50 millió forintot, a pénz teljes egészében a belügyminisztérium támogatásából származik. A közfoglalkoztatottak vágástakarításokban dolgoznak, valamint erdészeti sétautak, turistautak, tanösvények karbantartását és kijelölését végzik el. Allergén gyomnövényeket, parlagfüvet írtanak, szemetet, hulladékot gyűjtenek. Részt vesznek természeti kárt szenvedett erdőterületek rehabilitációjában, az ártereken pedig megelőzési céllal az árhullámok szabad levonulását biztosító munkákat végeznek. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is kapcsolódik oktatás a programhoz. Előreláthatóan 30-an betanított parkgondozó képzésen vesznek részt, áll a közleményben. Több mint 20 faj, közel 100 egyedét mutatja majd be a Nyíregyházi Állatpark új dél-amerikai részlege, az Andok kalandok. A húsvéttől látogatható létesítményben kalandparkszerűen ismerhetik meg az érdeklődők a különleges állatokat, mint például a fekete nyakú hattyút és a pápa szemes medvét. Az állatpark idén 20 éves, a jubileum alkalmából egész évben különböző kedvezményekkel várják a látogatókat. A Nyíregyházi Állatpark 1996-ban nyitotta meg kapuit, azóta teljesen átalakult. A fejlesztéseknek köszönhetően ma már Európa szerte híres. Az évforduló alkalmából több meglepetéssel is várják a látogatókat. Minden hónap 20-a körül valamilyen különleges program, kiállítás vagy egy új állat érkezik majd Nyíregyházára. Májustól pedig nyereményjátékkal is kedveskednek a vendégeknek. A park egy állatbarát panzió működtetését is elkezdi. A Nyíregyházi Állatpark működteti ezentúl a egykor volt Hozon panziót, most már Ózon hotelt. Háromcsillagos hotelként felújítottuk, nagyszerű és nagyon szép berendezett étteremmel és szállodával várjuk a látogatókat, és hogy igazán állatkertesítsük, ezért vittünk oda a parkba kis állatokat, úgyhogy aki csak arra jár és nem akar eljönni az állatparkba, az úgy nem akar jegyet váltani, az nyugodtan oda elmehet kikapcsolódni a gyermekkel, lehet állatot simogatni, állatokat nézni. Az állatpark földrészenként mutatja be az állatokat, most közel 6000 példány él a parkban, így jelenleg ez a legnagyobb vidéki állatgyűjtemény Magyarországon. Húsvétkor nyitja meg kapuit az első kalandparkkal egybekötött állatkerti részleg, ehhez hasonló egész Európában kevés van. Átadásra kerül az Andok kalandok, egy különleges hangulatú állatbemutató, ami Dél-Amerika és az Andok állatvilágát mutatja be, de ami igazán érdekes, hogy a fák koronáiban kifeszített különféle függőhidakon is lehet sétálni, aki bátrabb, meg úgy érzi, hogy meg akarja az andoki hangulatot egy kicsit kóstolni, akkor a két nehézségi fok közül választhat, és sétálhat fentről is, nézheti az alatta lévő állatokat. A jubileum alkalmából azok a látogatók, akik 1996-ban születtek, egy 200 forintos regisztrációs jeggyel léphetnek be az állatkertbe egész évben. Az állatparkban idén is több ritka és különleges kisállat születését várják.
Emeli bruttó 3 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a MOL. A gázolaj ára most nem változik, értesült piaci forrásokból az MTI. Az emeléssel a benzin átlagára 317-318 forintra nő, a gázolaj 316-317 forint marad. Legutóbb vasárnap változtak az árak, akkor a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára is bruttó 3-3 forinttal emelkedett. Akár több százezer könyvet is el lehet olvasni egyetlen úgynevezett e-könyvolvasó eszközzel. A készülék előnyeiről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Vereséget szenvedett Székesfehérváron a Malsó-Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság alapszakaszának utolsó előtti fordulójában Sitko Ernő együttese 101-69-re kapott ki az Albafehérvártól. Három hazai versenyző jutott tovább a tekézők Nyíregyházán rendezett területi egyéni bajnokságáról. A versenyt 615 fával Szlovenszki Tibor nyerte, mellette Hakker Dezső és Kastura Zsolt készülhet a Bátony-Terenyei vidékbajnokságra. Akár több százezer könyvet is el lehet olvasni egyetlen úgynevezett e-könyvolvasó eszközzel, mondta el kérdésünkre a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár gyűjteményszervezési osztályvezetője. A nyomtatott könyvek digitális megfelelőjének egyik előnye, hogy nem rontja úgy a szemet, mintha táblagépen vagy számítógépen olvasnánk. Ez egy a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban kikölcsönözhető e-könyvolvasó eszköz. Használata egyszerű, például az interneten elérhető ingyenes elektronikus könyvtárról feltöltenek rá egy könyvet, és már rögtön használható is a nyomtatott könyvek digitális megfelelője. Nem tudom, hogy próbáltak-e már a kedves nézők tableten vagy számítógépen könyvet olvasni. Eléggé rontja a szemet. És kitalálták ezeket az e-book olvasókat, amik gyakorlatilag úgy néznek ki, mintha papírról olvasnánk, de ez mégis egy elektronikus eszköz. Az előnye az, hogy 3-4 ezer könyv is ráfér 30 ezer forintért. Az e-olvasó eszközök előnyeit az oktatásban is ki lehetne használni a gyártó cégek szerint, így ugyanis a gyermekeknek nem kellene nehéz táskákat cipelniük az iskolába, hiszen elférhetne az összes könyvük egy készüléken. Az eszköz iránt ma már nem csak a fiatalok érdeklődnek, ezt valamint az e-book számos előnyét felismerve döntött úgy a megyei és városi könyvtár, hogy elérhetővé tesz több modern eszközt olvasói tagjai számára. 30 darab e-book olvasó kölcsönözhető a könyvtárunkban, bárki, aki be van iratkozva hozzánk, ugyanúgy, ahogy 6 darab könyvet hazavihet, 5 darab könyv után 1 darab e-book olvasót is hazavihet, amin amúgy alapból 300 könyv van feltöltve, ez szabadon használható, de ott van például a Magyar Elektronikus Könyvtár az interneten, ahonnan ingyen, jogtisztán letölthet még további könyveket. A megyei és városi könyvtárban az Internet Fiesta című rendezvény keretein belül ma az e-bookokkal ismerkedhettek az érdeklődők. A programsorozat március végéig tart, több előadás lesz az internetezésről és a közösségi portálok szociológiájáról is. Vereséget szenvedett Székesfehérváron a Marsó-Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság alapszakaszának utolsó előtti fordulójában Sitko Ernő együttese 101-69-re kapott ki az Albafehérvártól. A nyíregyházi csapat szombaton Zalaegerszegen lép pályára. A Paks elleni győzelmet követően újabb élcsapat ellen léptek pályára a nyíregyházi kosarasok. Székesfehérváron az első negyedben ott folytatták Millerék, ahol legutóbb abba hagyták, 10 perc után 29-18-ra vezettek a vendégek. A második negyedben nagyobb sebességre kapcsolt a házigazda, így a nagyszünetben már 3 ponttal jobban állt az Alba. Fordulás után sem változott a játék képe, folyamatosan nőtt a két csapat közötti különbség, a harmadik negyedet 13, a negyediket 16 ponttal nyerték a hazaiak, akik végül magabiztos játékkal érvényesítették a papírformát. Addig a pontig, amíg tudtuk kontrollálni a játékunkat és azt játszottuk, amit elterveztünk, addig egész szépen álltunk, de 5 perc alatt nem lehet összeomlani. Itt a gondolok az első félidő 10. percében még mi vezettünk 9-10 ponttal, majd a 5 perccel később már a Fehérvár vezetett, és ezt nem engedhetjük meg magunknak. Illetve azért a számuk nem hazudnak általában. A lepattanó harcot 35 23-ra nyerte a Fehérvár, illetve
7 asszisztal nem lehet lejátszani egy mérkőzést, ugye a Fehérvárnak 27 van. Az a 7 assziszt az jellemző ránk, sajnos ragad hozzánk a labda, nem azzal az önbizalommal játszunk, amivel kellene, nem passzoljuk időben a labdát, ha csak egy pici momentummal később megy, az már nem ugyanaz a helyzet, sokkal pörgősebben és folyamatosabban kellene játszanunk, mint ahogyan azt mi tesszük. A hazaiak edzője a győzelem ellenére sem volt teljesen elégedett csapat a játékával. A második negyedtől tényleg összeraktunk a védekezésünk, és sikerült sokszor meg jó is védekezni, bár még mindig beesnek olyan hibák, amit szerintem egy másik meccsen, másik szituációkban szerintem drágán fogunk fizetni. A forduló további eredményei: Atomerőműese Zalaegerszeg 88-80, Pécs Kecskemét 72-63, Szolnok Körment 62-75, Szombathely Szeged 77-86, Jászberény Kaposvár 85-76 és Masz Sopron 59-88. A tabella élén a Szolnok áll 19 győzelemmel és 6 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Atomerőműesét. A Marsó Nyíregyháza 5 győzelemmel és 20 vereséggel a 14. helyen várja az alapszakasz zárófordulóját, amelyben szombaton Zalaegerszegen lép majd pályára. Három hazai versenyző jutott tovább a tekézők Nyíregyházán rendezett területi egyéni bajnokságáról. A versenyt 615 fával Szlovenszki Tibor nyerte, mellette Hacker Dezső és Kastura Zsolt készülhet a Bátony terenyei vidékbajnokságra. Az NTK szombaton a Szuperligában a Pétet fogadja. A megyei selejtezőket követően 5 megye képviseletében 48 tekéző lépett dugóállásba Nyíregyházán a területi egyéni bajnokságon. Hazai színekben 11-en indultak, a minimális cél 3 továbbjutó hely megszerzése volt. Ezt teljesítették is a nyíregyháziak, Szlovenszki Tibor 615 fával az egész mezőny legjobbjának bizonyult, Hakker Dezső 569 fával a 6. helyen végzett, Kastura Zsolt pedig 553 fával, amíg továbbjutást jelentő 11. helyet szerezte meg. Már látva a névsort, tudtuk, hogy magas lesz a mérce. A fákban ez nem teljesen látszódott meg, ugyanis az 553 fa volt a határa a továbbjutóknak. Azt lehet mondani, hogy látszódott mindenkinek, hogy sok játékosnak ez egy új pálya, egy új megméretetés, és azért azt lehet mondani, hogy nem teljesen rutinból tudtak játszani sok-sok játékos részéről. Sok meglepetés volt úgy a továbbjutók, mint a kiesők nevét illetően, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy több év tapasztalatára visszamenőleg az egyik legizgalmasabb és a legigazságosabb továbbjutó létszámot produkált ez a nyíregyházi verseny. A továbbjutók május elején a Bátony terenyei vidékbajnokságon próbálják meg kiharcolni az országos döntőbe jutást. A hétvégén újabb fordulót rendeznek a Szuperligában, a tabellán 10. NTK a 11. Pétet fogadja. Nagyon nehéz mérkőzés lesz majd, mert azért a pétiek most mindent be fognak vetni annak érdekében, hogy esetleg közelebb lopózzanak a bennmaradó helyekhez, de úgy gondolom, hogy a mostani egyéni versenyen produkált eredményeinket figyelembe véve mindenképpen mi vagyunk az esélyesei ennek a találkozónak, de mindenképpen oda kell majd tenni magunkat, és egy 3400-3420 fa fölé kell mindenképpen a csapatfát tornáznunk ahhoz, hogy biztosan hazai győzelem születhessen a szombati napon. A Nyíregyházi Tekeklub PTMT-e mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekecsarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. 2,7 milliárd forint pályázati támogatást különített el a miniszterelnökség az erdők gazdasági értékét növelő tevékenységre. A magán- és önkormányzati erdőgazdálkodók visszanemtérítendő támogatást kérhetnek a 2 hektár feletti erdők kézi vagy gépi tisztítására, nyesésére, úgynevezett befejezett ápolásra. Áprilistól mintegy 3,5 milliárd forintos keretösszeggel pályázati lehetőség nyílik fásszárú, gyorsan növő energianövények telepítésére. Gombatermesztő vállalkozások korszerűsítésére irányuló források maximum 500 millió forintos összegig már most is elérhetők. Ezekről is szó volt egy energetikai konferencián Tisza Bezdéden.
Több mint 20 faj, közel 100 egyedét mutatja majd be a Nyíregyházi Állatpark új dél-amerikai részlege, az Andok kalandok. A húsvéttól látogatható létesítményben kalandpark-szerűen ismerhetik meg az érdeklődők a különleges állatokat, mint például a fekete nyakú hattyút és a pápa szemes medvét. Az állatpark idén 20 éves, a jubileum alkalmából egész évben különböző kedvezményekkel várják a látogatókat. A Kölcsei Televízió iradóját látták március 17-én csütörtökön. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk. Tudósításainkat addig is megtalálják honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is napos időre számíthatunk, időjárásunkat a következő napokban is az Észak-Nyugat-Európa fölött elhelyezkedő magas nyomású légköri képződmény határozza meg. Ennek keleti peremén térségünkben tartósá vált az északias áramlás, amellyel több hullámban is hideg levegő érkezett és még érkezik is fölénk. A szombatra várható újabb hideg hullám előtt holnap egyelőre még száraz, átmenetileg kissé enyhébb levegő alakítja időjárásunkat. Éjjel kevés fátyol felhő várható, helyenként párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A nyugati szél mérsékelt marad, reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nem lesz. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szombaton megerősödő északi széllel hideg front érkezik, hatására átmenetileg több fokkal visszaesik a hőmérséklet, a front számottevő csapadékot nem hoz. Vasárnap reggelre a kevésbé felhős területeken fagypont alá csökken a hőmérséklet, néhol -5-6 fok is lehet. A jövő hét első felében változékony szeles idő valószínű, a napos időszakok mellett gyakran lesz felhős az ég és elszórtan záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet éjszakánként fagypont körül, kora délután pedig 10 fok közelében alakul.